Elfogadta a kormány a Gyergyószentmiklósi műjégpálya felújításának és kibővítésének műszaki és pénzügyi mutatóit. Ennek alapján a központi költségvetésből 42 millió lejt fordíthatnak a munkálatok elvégzésére. Több téren is javításra szorul a Gyergyószentmiklósi műjégpálya, amelynek fagyasztóberendezését és világítását néhány éve felújították, de a létesítménynek a mai elvárásokhoz való korszerűsítése meghaladja a helyi lehetőségeket. Ezért kértek és a jelek szerint kaptak támogatást a központi költségvetésből. A terv szerint nem csak javításra, hanem bővítésre is egy tanúszoda megépítésére is sikerült finanszírozáshoz jutni. Gyergyószentmiklóson 1949 óta játszanak szervezetten jégkorongot, jelenleg mintegy 190 gyerek aktívan jégkorongozik. A korszerűsítési munkálatok értéke 42 millió 148 ezer lej, amelyből az alábbiakat fedezik. A tetőszerkezet cseréjét, a lelátók, a műszaki és mellékhelyiségek bővítését, útvonalak és parkolók kialakítását, valamint egy új épület létesítését edzésekre, erőteremmel, tornateremmel, illetve edzésekre és rekuperációra alkalmas tanúszodával. A tervek szerint 2125 férőhelyes lesz az új lelátó, minőségi fény és hangtechnika, edzőtermek, orvosi szoba, öltözők kapnak majd helyet a felújított és kibővített épületben. Én úgy gondolom, hogy erre a beruházásra nagyon nagy szükség volt, hiszen 82-ben épült jégpálya nagyon is odaérett ahhoz, hogy felújításra kerüljön sor. Én örvendek, hogy az, amit elindítottunk mi a megyei tanácsnál, és pedig, hogy fogjunk neki a tetőcserének, az ebben fejeződött be, hogy folyamatosan bővítettük a beruházás értékét, nagyon nagy lett a beruházás értéke, úgyhogy meg vagyok győződve, hogy rövid idő alatt lehet találni kivitelezőt is. A beruházás központi költségvetésből való elvégzéséhez folyamatos lobby tevékenységre volt szükség az RMDSZ parlamenti képviselőinek részéről. Ellenkező esetben alig ha beszélhettünk volna a most született kormányhatározatról. Ilyen 2-3 heti rendszerességgel a minisztérium ajtaján voltam jelen, és a Cseneinél hetente volt, úgyhogy 2 alkalommal is bejártam ahhoz, hogy a dolgok minél hamarabb haladjanak, a bürokrácia az ilyen, amilyen, nehézkésen mennek a dolgok Romániába, de úgy néz ki, hogy másfél év után most már megvan az a kormányhatározat. A munkálatok elkezdésének pontos időpontja még nem ismert. A közbeszerzést az Országos Befektetési Társaság írja ki, és a kivitelezésre a szerződés megkötése után kerülhet sor. A munkálatok idejére a létesítményt átadják a társaságnak. Egyelőre az sem világos, miként befolyásolja ez majd a felnőtt jégkorongcsapat bajnoki idényét.